Üdvözlök újra a csatornámon, és megérkezett a várva várt tékozló fiú, a Silky Pocket Boy 130-as. Hát én mikor megkaptam a csomagba, kivettem a csomagból, és mondom, ilyen nincs. Annyira kompakt, szó szerint kicsi. Hát egyből kipróbáltam, mi a legkisebb hely, ahol elfér. Nem sokára megmutatom nektek. Tartsatok velem. Nem kell rosszra gondolni. Láthatjátok, hogy tényleg mennyire kicsi, szintén ugyanúgy műanyag tokban kapjuk, mint a nagy testvéreit, hogy esetleg piszkos lenne a fűrészünk használat után, akkor ebben el lehet pakolni, nehogy koszos legyen a hátizsák vagy a zsebünk. Van hozzá egy figyelmeztető leírás, láthatjátok, hogy gajazásra esetleg, hát nem tudom, építkezés miért írták oda, inkább ilyen kisebb passzítófűrésznek lehetne mondani ezt. Na, láthatjátok, hogy igazániból hasonló, mint a nagyobbik társai, ugyanúgy két állásban lehet használni a fűrészt, itt a cserélhető rögzítés, kicsavarjuk, kivesszük a fűrészlapot, és betesszük helyette az újat. Láthatjátok, hogy professzionál Made in Japan, Silky Pocket Boy 130. Ugyanazok a összetételei, összetevői, ugyanolyan anyagokból készült, mint a 170-es vagy a 240-es. Szó szerint az ember kezében pont elfér a markolat, nem lóg ki. Kényelmes, nem csúszik, bár szerintem itt is előbb-utóbb az lesz, mint a elődjeinél, hogyha esetleg megcsúszik, akkor benyomjuk a gombot, és akkor már elállítódik használat közben a lap, illetve nem a lap, hanem a pozíciója. És tadám, ekkora. Mindjárt megmutatom, melyik a legkisebb hely, ahol elfér. Szintén van rajta egy zsinórfurat, esetleg fel szeretnék lógatni valahova. Én annyira jót nevettem, komolyan, amikor megkaptam, hogy ezt nem hiszem, hogy ennyire kicsi, és nem is kell több. Úgyhogy szerintem ez ezentúl nálam lesz. Láthatjátok. Ember tenyérében elfér. Ja, szerintem durván olyan 15 centi. 20, nagyon maximum 20, körülbelül. Van egy ilyen kisebb zsebrendezőm, és igazániból semmi extra, az ember beteszi. És már mehet is a kirándulás. Thank you.
ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, ha nem, akkor mehet a dislike. Ha viszont szeretnétek még ilyen tartalmakat látni, akkor kérlek iratkozzál fel a csatornámra, osszad meg bármelyik videómat, amelyik számodra kellemes időtöltést biztosított, és szó szerint ajánlom ezt a kis pocketboyt. Láthatjátok, hogy a kis zsebrendezőmben is milyen praktikusan elfér, és milyen szép minőségben dolgozik. Úgyhogy tényleg, amit a Silky gyárt, az abszolút prémium minőség, kényelmes, könnyű, kompakt. Egyszerűen lehet érezni azt, hogy erre találták ki, hogy igenis fával dolgozzon az ember kint az erdőben, vagy akár hobbi barkácsolásként. Érezhető benne a technológiai minőség, hogy harapja a fát, hogy nem kell vele szenvedni, hogy beakad. Jó, hogyha esetleg nagyobb lap lett volna rajta, és kisebb ágat vágok, vagy nem úgy fogom, akkor egyértelmű, hogy megakad. Ez szintén technika és gyakorlás kérdése. De ha valaki fűrész vásárlás előtt áll és gondolkodik, ne gondolkodjon. 13.000 forintot megér postaköltséggel együtt. Én ebből a típusból megvettem ezt a kicsit, megvettem a 240-est és a 170-est, amit az előző videóban is bemutattam. Úgyhogy lehet, hogy veszek hozzá majd még egy pótlapot, fűrészlapot, de Silky, az számomra az tényleg minőség, úgyhogy nem is kérdőjelezem meg, hogy a legtöbb bushcrafter, vagy kiránduló, vagy youtuber miért ezt a terméket használja. Használtam én is más fajtákat, de égésföld. Úgyhogy ez innentől kezdve a kis, vagy a zsebrendezőmbe lesz, vagy benne a batár nagy hátizsákomba. Úgyhogy miért pont a Silky? Hát ezért. Sziasztok!